Befogadás. Spanyolország lehetővé tenné a kettős állampolgárság megszerzését a romániai vendégmunkások számára, közölte a román kormányfővel való találkozóján a spanyol miniszterelnök. Nicolae Csuka szerint ez azt bizonyítja, hogy a spanyol kormány értékeli a román állammal való kapcsolatokat. Háború. A terrorizmus támogató állammá nyilvánította Oroszországot az Európai Parlament. A Vlagyimir Putyin orosz elnök és kormányzata által ukrán civilek ellen elkövetett büntettek miatt. Erre azonban nincs törvényes keret az EU-ban, jogszabályok létrehozása szükséges, mondja Winkler Gyula, EP képviselő. Utalvány. Havi 150 lejjes sportolói utalványokkal támogatnák jövő évtől a klubokhoz leigazolt fiatalokat, mutat rá egy január 1-től érvényes jogszabály. Az azonban sehol sem szerepel, hogy pontosan ki és hogyan részesülhet a juttatásból. A sportklubokat sem informálták. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Közös nyilatkozatot fogadott el Nicolae Csuka román és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök. Ebben egyebek mellett arra is vállalást tettek, hogy hozzájárulnak egy munkacsoport létrehozásához, amely megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy a Spanyolországban élő románok kettős állampolgárságot kaphassanak. Románia és a spanyol királyság kormányának első együttes ülése lehetőséget teremt a két ország számára, hogy megünnepeljék történelmi és kulturális kapcsolataikat. Ezeket a Spanyolországban élő románok nagy és dinamikus közössége támasztja alá, amely évtizedek óta hozzájárul a spanyol társadalom társadalmi kohéziójához és gazdasági fejlődéséhez, miközben megőrzi saját identitását. Olvasható a két miniszterelnök által elfogadott nyilatkozatban. Megegyeztünk abban, hogy létrehozunk egy olyan munkacsoportot, amely megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a Spanyolországban élő román közösség tagjai kettős állampolgárságot kaphassanak. Elnök úr, ez világosan megmutatja, hogy ön, a spanyol kormány és a spanyol állampolgárok is értékelik a román állammal és az itt élő román állampolgárokkal való kapcsolatokat. Ezért köszönetet kell mondanom. A közös nyilatkozatban ugyanakkor a két kormányfő kifejezte szándékát, hogy külön együttműködési megállapodást köt több ágazatban, mint a munkaügy, egészségügy, külügy, kultúra, katasztrófavédelem és mezőgazdaság. A spanyol kormányfő ugyanakkor megerősítette, hogy az általa vezetett kabinet teljes mértékben támogatja a Románia schengeni csatlakozását. Elindulhat a mesterséges megtermékenyítést támogató kormányprogram. A családközpontú politikákat mindig szívügyének tekintette az RMDS, hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök. Az RMDS már 2011-ben kezdeményezte a mesterséges megtermékenyítés állami támogatását, rövid működés után azonban leállt a program, majd 2015-ben újraindult. A héten aláírt program kiterjeszti a támogatást, illetve bővíti a kedvezményezettek körét, hogy minél több családban születhessen gyermek. Kötelességünknek tartjuk, hogy támogassuk ezeket a családokat, hiszen egy ilyen beavatkozás komoly költségekkel jár, fogalmazott Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke. Több mint egy éve az RMDS kongresszusán meghirdettük a családpolitikát, kiindulva abból, hogy milyen demográfiai problémákkal küzdik az ország, küzdik az erdélyi magyar társadalom is. Azt mondtuk, hogy kormányzati eszközökkel kell segíteni a gyerekvállalást, kell segíteni a családalapítást, és az a szent meggyőződésünk továbbra is, hogy a jól működő államban az állam van a polgárokért, nem a polgárok vannak az államért, és az államnak éppen ezért meg kell tennie mindent, amit megtehet, hogy segítse a fiatalabb nemzedékeket, segítse azokat, akiknek orvosi okok miatt nem lehet gyerekük. A programra azok a 20 és 45 év közötti családok vagy egyedülálló nők jelentkezhetnek, akiknek erre orvosi ajánlásuk van. Újdonságnak számít, hogy a kormány az eddigi egy beavatkozás helyett most 3 beavatkozást támogat, egyenként 15 ezer lejjel. Ezt a támogatást két külön utalvány formájában kapják meg az érintettek. 5 ezer lejt gyógyszerek vásárlására lehet felhasználni, a maradék 10 ezer lejt pedig az orvosi beavatkozás költségeire lehet fordítani. A tervek szerint jövőre 10 ezer kedvezményezett beavatkozását támogatja a kormány. A szükséges iratokat december 5-től lehet elküldeni a képernyőn látható e-mail címre.
Nyilatkozatban ismerte el népírtásként együttesülésén a román parlament az ukrán néptörténetének egyik legnagyobb drámáját, a holodomort. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az ilyen események soha ne ismétlődhessenek meg, mondta a parlamenti felszólalásában Szabó Ödön, parlamenti képviselő. Az 1932-től 1933-ig tartó holodomor, vagyis az éhhalál több millió áldozatot követelt. Ez volt Ukrajna történetének legtöbb ember áldozattal járó katasztrófája. Sztálin és a szovjet vezetés szándékosan okozott súlyos éhínséget Ukrajnában, hogy megtörje a kommunista rendszer ellenzőit. Az RMDSZ parlamenti csoportja részéről Szabó Ödön felszólalásában kiemelte, hogy a sztálini diktatúra embertelensége és a rossz mezőgazdasági termés egyaránt közrejátszott a 90 évvel ezelőtti események kibontakozásában. Az éhínségbe tolta bele Ukrajnát, azt az Ukrajnát, ahol többek között talán a térség és Európa legjobb termőföldjei vannak. Több millió ember halt meg egy nagyon rossz politikának következtében, egy tudatos döntéssorozatnak köszönhetően, amely közel 10 millió embert, 5 és 10 millió közöttre becsülik a különböző áldozatokat, nem csak Ukrajnában, egyébként Kazasztánban, más területen is. Én azt gondolom, hogy nekünk nem szabad engedni, hogy bármikor is ezek a sötét részei a történelemnek visszakerüljenek a napirendre, vagy ezek az irányzatok bármilyen szinten lehetőséget kapjanak, hogy azokat a gyűlölködő beszédeket, gyűlölettel teli politikákat visszahozzák a mai ember életébe. Amikor Romániában elfogadták a zsidó törvényeket, és a vasgárdista mozgalom is fénykorát élte, amikor az Antonescu diktatúra pogromokat szervezett saját állampolgárai ellen, a Szovjetunióhoz tartozó Ukrajnában a kommunista vezetők elnyomó politikája milliókat fosztott meg a legalapvetőbb jogoktól és szükségletektől. Voltak, akiket deportáltak, másokat kiraboltak és szovjet kolhozokba kényszerítettek, végül pedig emberek millióit szándékosan hagyták éhen halni, fogalmazott Szabó Ödön, aki kiemelte, a 90 évvel ezelőtt történteket nem csak szavakkal, hanem tettekkel is el kell ítélni. Miután a képviselőház is elfogadta, hivatalossá vált a jogszabály, amely megtiltja az orosz vírusírtó szoftverek használatát az állami intézményeknek. A döntést az indokolja, hogy fennáll a veszélye annak, hogy Oroszország kibertámadásokra használja ezeket. Elfogadta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely szerint tilos használniuk az állami intézményeknek, illetve a hatóságoknak az oroszországi vagy az Oroszország ellenőrzése alatt álló cégek vírusvédelmi termékeit, ugyanis sokak szerint fennáll a kibertámadás veszélye. Vészabó Péter IT szakértő elmagyarázta, ahhoz, hogy egy vírusírtó szoftver el tudja látni a feladatait és a különböző vírusokat felismerje, teljes kontrollja kell legyen a rendszer fölött, és bármihez hozzá kell tudjon férni. Ez pedig nagyon veszélyes abban az esetben, ha például titkos NATO dokumentumokról van szó. Manapság az egyik legfontosabb hadszíntere az már nem csak a szárazföldi meg légi hadviselés, mint a II. Világháború idején, hanem az információs technológia is egy valódi hadszíntér, és itt is védekezni kell, ugyanúgy, mint ahogy a NATO védi Románia és a többi NATO tagállam légterét, ugyanúgy az információs teret is, az úgynevezett cyberspace-t is kellene védeni. Hozzátette, az összes gépről ki kellene tiltani az ilyen szoftvereket, nem csak az állami, de a magánszférában. Azt ajánlja mindenkinek, hogy a már telepített orosz programokat is távolítsák el a számítógépeikről, ugyanis azok egy frissítés során átalakíthatók támadó szoftverekké, képesek lehetnek adatlopásra. A jogszabály előírásainak megsértése 50 ezer és 200 ezer lej közötti pénzbírságot vonhat maga után. Terrorizmus támogató állammá nyilvánította az Európai Parlament Oroszországot. Mivel az Unió hivatalosan nem nyilváníthat államokat a terrorizmus támogatóinak, az EP felszólította az uniós intézményeket és a tagállamokat, hozzák létre az ehhez szükséges jogszabályokat. A Vlagyimir Putyin orosz elnök és kormányzata által ukrán civilek ellen elkövetett büntettek miatt az Európai Parlament a terrorizmust támogató és terrorista eszközöket használó állammá nyilvánította Oroszországot szerdai strasbourgi plenáris ülésén. Winkler Gyula EP képviselő híradónknak hangsúlyozta, politikai állásfoglalásról van szó. Az Európai Unióban ugyanis jelenleg nincs törvényes keret arra vonatkozóan, hogy államokat lehessen terrorizmus támogató vagy terrorista eszközöket használó állammá nyilvánítani.
megnyilvánítani. Szervezetekre azonban van és létezik is terrorista szervezeteket tartalmazó jegyzék az EU-ban, amelyre az Európai Tanács, tehát a tagállamok tudnak felvenni, illetve arról levenni szervezeteket. Jelen pillanatban egy politikai állásfoglalással állunk szemben. Az Európai Parlament kéri egy ilyen országlista létrehozásának a jogi folyamatát, és a terrorizmus támogató államnak nyilvánítja Oroszországot, aminek nyilván, hogy egyrészt az okait kell megvizsgálni. Hangsúlyozta, az ukrán polgári lakosság elleni szándékos támadások, a polgári infrastruktúra lerombolása, a háború szabályainak Oroszország általi megsértése egyrészt kimeríti a háborús bűncselekmény fogalmát, másrészt terrorista cselekménynek minősíthető. Winkler Gyula emlékeztetett, jelenleg dolgoznak az Oroszország elleni 9. EU-s szankciócsomag összeállításán. Még erősebb szolidaritás kifejezésére van szükség Ukrajnával, az ukrán civil lakossággal szemben. Az Európai Parlament szerdai állásfoglalását ebben az összefüggésben kell értelmezni, összegzett. Az Európai Parlament elnöke Roberta Metsola közölte, kibertámadás érte az Európai Parlament honlapját, azt követően, hogy Oroszországot a terrorizmus állami támogatójának nyilvánították. Az akció elkövetőjeként egy Moszkva barát csoport jelentkezett. Hozzátette, informatikai szakértőik visszaverték a támadást és megvédték rendszereiket. Ünnepélyes keretek között nyitotta meg a köztérirodát a székelyudvarhelyi RMDSZ elnöksége. A létesítmény legfőbb célja, hogy a háttérből a köztérre vigye a városlakók problémáit, és együtt keressék a megoldásokat ezekre. Az idén márciusban megújult székelyudvarhelyi RMDSZ elnöksége a közös tér, közös cél szlogennel indult útjára. Akkor Antal Lóránt megválasztott elnök azt mondta, szeretnének minél többet az emberek között lenni, meghallgatni a problémáikat és ezekre megoldásokkal előállni. Ennek érdekében kimozdultak a városközpontból és a Betlen negyedben nyitották meg a köztér nevet viselő irodát, amelyet csütörtökön délben adtak át. Tapasztalataik szerint az elmúlt több mint 2 évtizedben a város problémáit a lakosság bevonása, megkérdezése nélkül oldották meg, a köztér pedig lehetőséget biztosít arra, hogy velük együtt dolgozzanak az őket érintő kérdésekben, fejtette ki a politikus. Itt ez az iroda, amit ugye köztérnek neveztünk el, valójában köztérre tudjuk vinni ezen keresztül az emberek problémáit, és mi azt tudjuk ajánlani, hogy állunk szolgálatukba, meghallgatjuk őket, és tartalommal fogjuk feltölteni ezt az irodát, de ez a tartalom ez nem azt jelenti, hogy szórakozás, hanem értelemszerűen az embereknek nyitjuk ki a kaput, és az embereket várjuk, a lakosokat, hogy minden nemű problémáikkal megkeressenek. A köztér minden hétköznap 10 és 18 óra között várja azokat a városlakókat, akik kérdéseikre választ, gondjaikra pedig megoldást keresnek. A legfontosabb az, hogy bármilyen kérdésük van, akár közigazgatási, vagy akár a közvetlen környezetükben felmerülő nehézség, jöjjenek be, és mi igyekszünk minél nagyobb volumenű szakembert megmozgatni annak érdekében, hogy megoldásra találjanak ezek a problémák. Az átadott létesítménye mellett különböző eseményeknek, szakmai programoknak is otthont ad majd, de egy filmklub létrehozása is tervben van. Örömmel, kedvel járjanak a gyerekek iskolába. Ez is cél többek között azokon a pedagógusoknak szóló képzéseken, melyekkel a korai iskolaelhagyás megelőzését célozzák meg Sepsiszentgyörgyön, a Csutak Vilmos pedagógusok házában. Az iskolások majdnem 1%-a, 183 diák maradt ki a tanügyi rendszerből a 2021-22-es tanév végén Kovászna megyében. A helyzet országszerte hasonlóan rossz. A kormány az országos helyreállítási alapból ezért több, mint 500 millió euróval finanszírozza az iskola elhagyás visszaszorítását Romániában. A minisztérium által kezdeményezett lemorzsolódást megakadályozó és a lemorzsolódást csökkentő országos projektről van szó, amely tulajdonképpen egy uniós forrásból finanszírozza a minisztérium. Erre van lehetőség pályázni. A Kovászna megyei főtanfelügyelőség alintézményében, a Csutak Vilmos pedagógusok házában számos olyan akkreditált és a minisztérium által jóváhagyott képzés indul, amely az iskola elhagyás megelőzésére irányul. Itt Erasmus programokban megszerzett szaktudás és tapasztalatok segítségével adnak útmutatást pedagógusoknak, hogy olyan módszereket, közösségépítő technikákat sajátítassanak el, melyek eredményeképpen a gyermekek nagyobb lelkesedéssel járhatnak iskolába.
Ugye egy ilyen nagyon komplex folyamatról van szó, nagyon sok minden befolyásolhatja az iskola elhagyást. Lehetnek ezek a társadalmi, gazdasági helyzetből kifolyó iskola elhagyási problémák, ugyanakkor lehetnek bizonyos személyi vagy szociális jellegűek is. Tehát nagy mértékben befolyásolhatja az is, hogyha például egy gyerek nem érzi jól magát az iskolába, esetleg a társai bántják. Bár a képzések bizonyos szociális helyzetekben nem segíthetnek, például ha a szülő veszi ki gyermekét az iskolából, mert külföldön talált munkát. De a szervezők és oktatók remélik, ha kis lépésekben is sikerül elérni céljukat, és az okok feltárásával egyre több és több diák marad meg majd az iskolapadokban. Ingyenes hétvégi buszjáratokról, hulladékudvarok létesítéséről és az általános városrendezési tervről számolt be mai sajtótájékoztatóján a Marosvásárhelyi Tanács RMDSZ frakciója. A javaslatokról a helyi tanácsülésen döntöttek. Több fontos témáról szavaztak a Marosvásárhelyi Tanács mai ülésén. Az önkormányzat RMDSZ frakciója sajtótájékoztatóján közölte, hogy megoldásokat keres a városban felmerülő rengeteg problémára. Ilyen a hulladékgazdálkodás kérdése, amelynek részeként hulladékudvarokat hoznak létre a városban, magyarázta a városi RMDSZ elnöke. Ami a pályázatot illeti, fontos nyilván az, hogy ami a hulladékgazdálkodást és a szelektív hulladékgyűjtést illeti, ilyen hulladékszigetek legyenek létrehozva annak érdekében, hogy a nagy volumenű hulladékot azokat lehessen ugye ahová letenni és onnan legyen elhorva. Frunda Csenge önkormányzati frakcióvezető a 2022-23-as tanévben érvényes ösztöndíjakról és a civil szervezetek támogatásáról beszélt. Utóbbiak a jövő év folyamán 6,2 millió lej támogatásban részesülnek, ami az idei 3,8 millió lej közel duplája. Nemrég 14 elektromos buszt irattak forgalomba, amelyeknek hamarosan elindulhat a tesztelése, mondta el Portik Vilmos alpolgármester. Hozzátette, tervezik, hogy hétvégenként ingyenessé tegyék a tömegközlekedést. Számításaink szerint jegyvásárlás vonatkozásában általában 9-10 jegyet adnak el egy-egy vonalon, tehát egy-egy járaton, hogyha úgy 8-szor, akkor a 23-as elindul, és abban a körben, amit megtesz, összesen 8-9-10 jegyet tudnak értékesíteni. Tehát bevétel kiesés vonatkozásában nem jelent annyit, mint amennyiben arra számítunk, hogyha olyan emberek is kipróbálják ezeket a buszokat hétvégén, akik egyébként hétköznap vagy úgy általában inkább ülnek személygépkocsiba. Iszlai Tamás helyi tanácsos beszámolt az általános városrendezési tervről, amely szerint parkolóházakat, zöldövezeteket létesítenének, infrastrukturális beruházásokat végeznének. Javított az online jegyek vásárlásának lehetőségén a Román Vasút Társaság. Ez azt jelenti, hogy a belföldi járatokon utazni kívánok néhány kattintással is tudnak jegyet, bérletet váltani. A digitalizáció új pályájára lépett a Román Vasút Társaság, egy hete ugyanis bevezette azt a rendszert, amely lehetővé teszi az utazási igazolványok gyorsabb kiállítását, a vonatokon lévő szabad helyek automatikus lefoglalását, a jegyek és a bérletek online érvényesítését és kiváltását is. A vállalat közlése szerint a terepen lévő személyzet olyan mobiltelefonos készülékekkel van felszerelve, amelyen keresztül kártyával is fizethetnek az utasok, a kifizetett jegyeket kinyomtatja és az ezeken lévő vonalkódot vagy QR kódot is beolvassa, hogy érvényesítse azt. Szentes József, a Vasút Társaság korábbi igazgatója elmondta, a vállalatnál már több mint 6 éve van lehetőség online jegyek vásárlására, ezeket azonban csak indulás előtt 6 órával lehetett megvásárolni, így azoknak, akik sürgősen el kellett utazzanak, ugyanúgy sorba kellett állniuk a jegypénztár előtt. Most a Vasúti Társaságnak sikerült egy olyan lehetőséget biztosítani az utazóközönség számára, amely által online módon szintén megvásárolhatják a jegyet. Olyan feltételek mellett, hogy a vonat indulás előtt egy perccel is meg lehet vásárolni ezt a jegyet, ami nagyon előnyös, gondolom, bárki számára. Tehát még a
szállomásnak a peronján is megvásárolhatja a jegyet, és felül és megvan a helyjegye, meg minden biztosítva van. A bevezetett rendszer lehetővé teszi a CFR összes belföldi járatára az online jegyvásárlást, a vállalat weboldalán vagy applikációján keresztül. Ugyanakkor ígéret van arra, hogy 3-4 hónapon belül a nemzetközi járatokra is kiterjesztik ezt a módosítást, ami szintén nagyon sok utasnak könnyítheti meg a vonattal való közlekedést, tette hozzá Szentes. A MÁV starttal már egyeztetések folynak annak érdekében, hogy az online rendszeren keresztül a két vállalat egymás jegyeit is érvényesíteni tudja. Másodszor szerveztek véradási kampányt a Szapiencia MT Marosvásárhelyi karán. A diákok körében nagy érdeklődést váltott ki a megmozdulás, rengetegen jelentkeztek. Már a délelőtti órákban nagy érdeklődés fogadta a véradó központ munkatársait a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi karán. A véradási kampány másodszor szervezték meg a felsőoktatási intézményben. Sánta Ágnes egyetemi oktató, a kampány szervezője híradónak elmondta, céljuk, hogy rendszeresen évi két alkalommal szervezzenek hasonlót. Azt tapasztaltuk, hogy a diákok maguktól is nagyon szeretik az ilyesmit, és szívesen adnak vért mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Mégis, hogyha valami akadálya lenne annak, hogy a helyszínre, a vérközponthoz elmenjenek, úgy tartottuk, hogy talán ez egy még nagyobb vonzó vagy húzó erő lenne, hogyha a helyszínre jönne a vérközpont. És ez most már a második alkalom, hogy megszervezzük, és egyre nagyobb a lelkesedés iránta. Az egyetemi hallgatók éltek a lehetőséggel, de vannak olyan fiatalok, akik egyébként is rendszeresen adnak vért. Számukra jelentősen egyszerűbb volt, hogy ezt az egyetem épületében is megtehették. Szerintem nagyon fontos a véradás, mivel Romániában sajnos nagyon kevesen adnak vért, és ugye tudjuk, hogy a vérre mindig szükség van, mivel nagyon sok baleset van, meg nagyon sok ember, nem csak balesetek miatt, hanem betegség miatt, meg más dolgok miatt az embereknek szükségük van vérre. Ezért én nagyon fontosnak tartom, és tényleg sokkal könnyebb. Ugye én sokszor adok vért, de most ez alkalommal sokkal könnyebb volt, mivel már amúgy is itt voltam az egyetemen, és akkor csak ide lejöttem, és ezt megtettem nagyon könnyen. Országos szinten a szükségesnél alacsonyabb a véradási kedv, ezért több vércsoportból az optimálisnál kisebb készlet áll a kórházak rendelkezésére. A szakemberek folyamatosan a véradásra buzdítják a lakosságot, mivel egy ember által adott vér akár 3 életet is megmenthet. Teljes a bizonytalanság a leigazolt sportoló gyerekeknek járó 150 leértékű utalványok kapcsán. Az erre vonatkozó jogszabályt a héten hirdette ki az államfő. A jogszabálynak azonban nincs módszertana, a sportklubokat pedig nem tájékoztatták. Havi 150 lejjel kellene támogatni egy vadonatúj törvény értelmében a leigazolt, szervezett keretek között sportoló gyerekeket és fiatalokat 2023. január 1-től. A sportolók sportolói utalványokat kapnának, ezt sportfelszerelés táplálék kiegészítők vásárlására, kiszállásokra, sportbalesetek utáni rehabilitációs kezelésre fordíthatják. A finanszírozást az állami költségvetésből a Sportminisztérium költségvetésén keresztül biztosítanak. Az utalványok kapcsán azonban számos kérdés merül fel, maguk az érintettek sem ismerik a részleteket. Nem tudni, kinek jár pontosan, hogy hol vehetik át az utalványokat, és azt sem, hogy hol fogadják el az értékjegyeket. Hát itt még sok kérdés van, amire lehet, hogy már a vezetőség is ott, akik ezt a törvényt előállították, tudják. Én gondolom és bízok benne, hogy hamarosan mi is megtudjuk, mind edzők, egyesületvezetők, és fogunk vele élni maximálisan, és minden gyermeknek átadjuk, hogy tudjuk kihasználni ezeket az összegeket. A törvénynek még nincs azonban kidolgozott módszertana, és ennek hiányában nem is alkalmazható. Bonyolítja az ügyet, hogy vannak olyan sportszerek, amelyek nem szerezhetők be bármelyik sportüzletben, illetve csak külföldön lehet hozzájutni ezekhez. Tomász Moldován államtitkár szerint azonban hamarosan kidolgozzák a módszertant. Ezeket az utalványokat névlegesen a Sportminisztérium bocsátja ki, és halmozottan használhatók fel, vagyis nem kell minden hónapban felhasználni őket. Évvégéig lehet ezeket gyűjteni, például felszerelés beszerzésére, vagy sportolói gyógykezelésekre, vagy a települések közötti versenyekre való szállítás kifizetésére, így valamivel szélesebb a spektruma, és nem kell minden hónapban felhasználni az utalványokat. Hozzátette, jelenleg a törvény alkalmazási módszertanának a kidolgozása van folyamatban, ehhez 30 nap áll rendelkezésre. Az értékjegyekre a Sportminisztérium által elismert szövetségekben és klubokban sportági leigazolással rendelkező sportolók jogosultak.
Ismét rajthoz áll Gyenes Emmanuel, sporttal folytatjuk. Ismét rajthoz áll a Dakaron Gyenes Emmanuel. A szatmárnémeti motorosnak ez már a 13. versenye lesz. Ezúttal pedig a szervezők arra is felkérték, hogy egyfajta nagykövete legyen a szervizcsapat nélküli kategóriának. Megújult motorral és lelkesedéssel meg neki januárban a 7500 kilométeres szaúd-arábiai szakasznak Gyenes Emmanuel. A fő támogatóval tartott közös sajtótájékoztatón Mani elmondta, nem volt egyszerű év, egyrészt azért, mert egy korábbi sérülés okozta műtét után egy ideig nem edzhetett, majd azt a hírt kapta a szervezőktől, hogy a drasztikus létszámcsökkentés miatt nem engedik versenyezni a számára már megszokott szervizcsapat nélküli kategóriában. Tavaly 40 motoros volt itt, és le akarták vinni 20-ra ezt a számot. És végül beleegyeztek, hogy legyen 26 motoros, és akkor ebbe a 26-ba én is belefértem, de úgy, hogy én egy francia és egy cseh motoros legyünk egy ilyen nagykövet ennek az osztálynak, hogy segítsük az újonc motorosokat. A versenygépe is készen áll, december elején teszi hajóra Franciaországban, hogy Szaúd-Arábiába érjen a december 31-i start előtt. A tavalyi, de megújult motorral vág neki a világ legnehezebb tereprali versenyének. Nagyon sok órát dolgoztunk rajta, hogy ezt így összerakjuk, mivel a tavaly elég sok technikai problémám volt. Eltört egy tengely, ami segítette végül a vázat is, hogy eltörjön, és a tavalyi Dakart az úgy mentem végig egy törött vázzal, de remélem, hogy ebben az évben nem lesz ennyi technikai probléma, mint ami volt a tavaly, és minden zökenőmentesen fog működni, és sikerül egy jó eredménnyel a célba érni. A cél a 2023-as Dakaron is az, hogy a legnehezebb szervizcsapat nélküli kategóriában pódiumra állhasson, összetettben pedig a top 30-ban végezzen. Ez volt a híradó. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!